Magyarország hajdánról is. Gáfetszó vagyok, és a saját csapatunkat képviselem. Ez mondjuk jó szar volt. Hát de most... Na, akkor újra. Ne, jó volt. Te is foglalkozz velük. Miért kasztanál? Hát jó kérdés. Megütött a benzingőz. Fogalmam nincs, hogy miért kezdtem el, meg hogy kivitre erre az egészre, mert a környezetemben sem volt autóversenyző, csak úgy kipattant is jött. Már gyerekkorom óta még a testvérem versenyzett, és ő általa is azóta rajtam ragadt. 2020-ban kezdtem el versenyezni, kis szülinapi ajándékként kaptam, nem volt biztos, hogy versenyző maradok, és aztán úgy gondoltam, hogy itt kell maradnom. 6 éves koromban kezdtem meg gokartozni, kipróbáltam mindenféle sportot, de hát ez fogott meg. Megtetszett, és akkor így elkezdtem. Hát ez 34 éve történt, én azóta versenyzem. Rallival kezdtem, aztán rallycross jobban megtetszett, és azóta ezt űzöm. 2 éve Zoliék mondták, hogy van ez a lehetőség. Tudták, hogy nagyon szeretem az autóversenyzést, meg minden ezzel kapcsolatosat, és akkor fölkaroltak engem. Azóta közösen fejlődünk. Mindig ezt akartam csinálni, csak meg kellett várni a pillanatot, amikor lehetőség adódott rá. 4 éves koromban is én autóversenyezni akartam. Segítettem javítani a kocsikat, és úgy megtetszett, mint gyerek, akkor én ezt nem tettem meg, nem csináltam ilyen semmi dolgot. Szüleim ennek ellene voltak, az egésznek. Mikor önálló lettem, és megpróbáltam azt, hogy na, csinálunk egy amatőr autót, és így jött folyamatában. Családilag nem nagyon kötöttünk az autósporthoz, inkább sok ismerősünk versenyzett benne, és így a junior kategóriában még egyszer kint voltunk egy verseny, és ott a Tyuki bácsi valaki a junior kategóriát menedzseli. Vele beszéltünk, hogy nagyon megtetszett, amikor apukám versenyzett egy pályán. 4 éve születésnapomra kaptam egy autót, és azóta megyek vele. Annak idején Orosházán volt egy autocross pálya. Egy OB futamon kimentem, megnéztem, és nagyon megtetszett ez a dolog nekem. Én itt kezdtem, most már 23 éve. Kaledoár Tamás. Te is autóversenyző leszel? Már most vagyok. Ó, hát elnézést kérek. Még az elmúlt évezredben történt. Véletlenül elmentem egy ügyességi versenyre, ahol meglepetésemre harmadik lettem a Trabantommal, és akkor onnantól kezdve nem volt megállás. Ugye koromnál fogva inkább az öröm szerzésére, az örömért megyek, de a fiamnak nagyon dukkolok, ő az élmezőnyben megy. Apa felajánlotta és megtetszett. Kis Harsányi vagyok, én már 8 éve versenyzek. A faterom is versenyzik már 33 éve. Ladódott, hogy én is autóversenyezzek. Korábban apa is versenyzett. Apa is versenyzett. Apukámtól jött, anyukámmal rallisztak régen. A családom is ralli versenyző, apukám is, meg anyukám is. Édesapám is autóversenyző volt, 3-szoros terepralli bajnok. Ó, hát ez még hamarabb jött, mint a zenélés. Apám beoltott vele, jártunk mindenféle versenyekre. Édesapám az hosszú éveken keresztül ralli versenyző volt. Édesapám ment egy évet még 3 évvel ezelőtt egy másik kategóriába, ott nekem ez az egész megtetszett. Az év végén ezt a kategóriát megtaláltuk, és elkezdtünk tesztelni a következő évet. Kiskoromtól kezdve az autók világát szerettem. 4 éve kezdtem el versenyezni, nagyon szeretem csinálni, és most már magamért csinálom. Kiskoromtól kezdve szervizpadlóban nőttem föl, és szerintem egyáltalán nem meglepő, hogy én is itt vagyok most és versenyzem. Apa kihozott egyszer egy versenyre, és én ott mondtam, hogy én is versenyző szeretnék lenni. Akkor még nem lehetett annyira megvalósítani, hogy beül az ember, egy autóba kellett hozzá csapat, szerelő, minden, és most meg hál' Istennek ez már kialakult, hogy konkrét csapatba be lehet ülni. 2 éve kezdtem én el, és beleszerelmesedtem. Amikor már az első emlékeim igazán megvannak, akkor az tényleg versenypályáról van. 4 éves koromtól kvadversenyeztem. Mivel egy egyszerű családi háttérrel versenyeztem nagyon sokáig, soha nem gondoltam volna, hogy akár már ez a szint is elérhető, ahol most tartunk. Mária Pócson. Szerintem abban az évben lehetett nyírjádat is itt először.
Nem tudom erősen. Káridó Áltabás vagyok, és 7 éves vagyok. Versenyző leszek, vagy már az is vagyok, ahogy mondtam. Én szeretem apát is, nagyon jól bánj. Visszatok rá? Itt lehet dolgozni, én is dolgozok. És akkor most itt vagyok, és örülök is neki. Milyen versenyzőket ismersz apán kívül, akik nem tudkozz? Tabás, Végtabás. Hát úgy Végtabás, úgy meg apa. Jaj, de jó. Legjobb pálya. Ó, ez nagyon jó. Aszfaltról leérkezni Murvára, Murváról aszfaltra. A legjobb pálya, amin valaha versenyeztünk. Igazi rallycross pálya. Több szinten keresztül föl le megyünk, sok Murva, sok aszfalt. Kedvenceink közé tartozik, ez kimondott a rallycross pálya. Ez egy Európa-bajnoki szintű pálya, a legjobb pálya Magyarországon. Nekem ez a number one. Szeretem ezt a pályát, izgalmas és érdekes. A határon lehet itt autózni. Ez egy igazi rendes rallycross pálya. Sok a Murva, szintkülönbség, aszfalt. Itt kell a legjobban vezetni az egész szezonban szerintem. Ez a kedvenc pályám. Imádjuk, ez az egyik kedvenc pályánk. Nagyon szeretjük, jó a nyomvonal, a tempós, minden benne van, ami kell. Ez az igazi rallycross pálya, tökös pálya, ezt úgy mondanám. Ez a legjobb pálya Magyarországon, amin lehet versenyezni. Ez az igazi rallycross pálya, itt van salak is, de egyben tudsz aszfalton is menni, úgyhogy itt minden tapasztalatodra szükség van, hogy jól tudjál menni. Tényleg a világ egyik legmagasabb és legjobb rallycross pályája, egyik legnagyobb szintű, legnehezebb, legtechnikásabb. És hát iszonyú látványos, ugye rengeteg a Murva, a szűk kanyar. Én nagyon szeretem, nekem ez a kedvencem, nagyon jó ilyen szintkülönbségek vannak, teljesen murvás az egész, van benne mindenféle kanyar, szóval nagyon tetszik. Kemény váltások vannak az aszfalt és a salak között, nagyon látványos versenyeket produkál ez. Ez rallycross pálya, többi nem Magyarországon. Ez az egy, ahol Murva és aszfalt együtt megfelelő mennyiségben van. Nagyon szeretem, egy igazi rallycross pálya, nagyok a szintkülönbségek, hatalmas adrenalinbomba. Nem feltétlenül a tudásról van, hanem a bátorságról, hogy mennyire mersz ott lefele azért padlón lemenni, meg azért van ott a ugrató is, bátornak kell lenni. Azt mondom, hogy Közép-Európa a legjobb rallycross pályája, ahol egyáltalán nem túlzok, de ha még azt mondom, hogy Európa egyik legjobb rallycross pályája, szerintem akkor se túloznék nagyot. Tipikusan tradicionális rallycross pálya, ezt kihangsúlyozzák mindig a külföldi versenyzők is. Ugye itt volt a Marklund, meg a Baumanis, Bakkerud, nagyon jó véleménnyel voltak a pályáról. Azt mondják, hogy nagyon technikás és nehéz pálya, ez egyébként így is van. Folyamatosan változnak a körülmények, hiszen sok a murvás szakasz, folyamatosan változnak ott a kijárható ívek, és a port pedig felviszik az aszfaltra. Úgyhogy körről körre, etapról etapra változik a pályának a minősége, állaga, és ez igazi kihívás elé állítja a versenyzőket. Folyamatos szintkülönbségek vannak. Csúszós, jó, minden. Gyors. Imádom, kedvenc pályám. Ez nagyon komoly pálya, tempós és bevállalós, tehát vannak részek, amiket el kell hinni. Nagyon szuper a pálya, nagyon sokat javítottak rajta, nagyon jó a szervezés is. Hát ez egy igazi rallycross pálya. Ez egy igazi rallycross pálya, tavaly sikerült itt nyernem egy futamot. Fantasztikus, az egyik legjobb pálya itt a környező országokat is beleértve. Szeretjük, aszfalt, Murva, van mindenféle technikai kihívás. Ugye azért azt tudjuk, hogy ez vagy Vörösbatlan, vagy pedig a rallycross szentélye. Most, hogy megújult és jó lett, ez egy földön túli boldogság egy rallycrossosnak. Ez egy legenda is volt, lesz, és hál' Istennek a jövőben is ez marad. Köszönjük! We'll be right back.
kaphatod a tudom, hogy igen, csak rendesen nem is kérdezik. Mi tud mi sarsági hibázni? Mi így jön biztos kaderezni? Főnöke mi a pálya, Kárai Tamásé, ő hívott ide, mint az ő security-ja legyek. És ezért te vagy a legszigorúbb? Hát szerintem igen. Kárai Jennifer vagyok, én vagyok itt a versenyirodán. Édesapukám már nagyon régóta autóversenyzik, jött egy ilyen döntés, hogy akkor a nyírádi pályát akkor lehetséges, hogy üzemeltetni kéne. Én pedig, mivel alapból pénzügyben és hasonlóban dolgozok, ezt csinálom otthon is a mi cégünknél is, úgyhogy így úgy gondoltam, hogy én erre alkalmas lehetek. Nyomtatjuk a rajtlistákat a rajtelőkészítőbe és a speakernek, a versenyző összekötőnek a papírokat, amiket elküld és aláírat majd a versenyzőkkel. Szoktunk a felügyelőkkel is kommunikálni, kávét főzni nekik. A rendezvény során bármilyen esemény történik, amit el kell bírálni, a versenyigazgató elbírálja, ha az ellen óvás jön, akkor mi azt itt felül tudjuk vizsgálni, odafigyelünk a versenynek a dokumentálására. Mi mindig egyetértünk, hogyha esetleg volt valami nézeteltérés, akkor is elfogadjuk, hogyha háromból kettő ember mondott valamit, és úgy szavaztunk, akkor a harmadik ember is ugyanúgy egyetértésben fogja kommunikálni ezt. Nagyon sokat fejlődött a pálya. Sok fiatal van, sok ütközéssel, vannak profik, most azt hiszem 91 versenyző nevezett be. Nekünk nem lehet kedvenc, nekünk teljesen pártatlannak kell lenni. Reméljük, hogy minden rendben lesz. Hát most indultak a döntők, úgyhogy battyogunk le, aztán mi is megnézzük lent. Olyan, mintha ez egy nagy család lenne. Bensőséges, családias, mindenki barátkozik a másikkal. Hagyjuk! Boldog születésnapot, Bulcsú! Köszönjük a kérdést! Se büdösít!